Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás szeptember 22-éig. Hétfő. A hétfői napon a hold uralkodik. És megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt megjelenik a tolvaj. Légy óvatos, mert lehet, hogy valaki ellop tőled valamit, illetve van ilyen szándéka. Ez nem csak az anyagiakat jelentheti, hanem azt is, hogy valaki rabolja az idődet, valaki rabolja az energiádat, kihasznál téged. De néha a tolvaj tud segíteni, hiszen el tud távolítani negatív dolgokat. Egy negatív gondolatot, például, ebből úgysem lesz semmi. Vagy el tud távolítani negatív érzelmeket, félelmeket, bizonytalanságokat. El tud távolítani kellemetlen helyzeteket, vagy egy rossz kapcsolatot is. A keddi napon Mars bolygó uralkodik. Megnézzük, hogy mi várható ezen a napon. Itt látható a király. És ez a király uralkodik a levegő eleme felett. Jelenti az ötleteket, a gondolatokat, a terveket, a döntéseket, és beszélni szeretne veled. Kedden portálnap van. Az azt jelenti, hogy kinyílik egy égi kapu a plejádok felé, ezúttal szerelmi energiáról van szó. Erről majd készítek külön egy videót. Szerda. Egy különleges nap, hiszen teli hold van. A teli hold megvilágít valamit. Itt is ötletekről, gondolatokról, tervekről van szó. Sőt, ezen a napon van egy hold finsternis. És finszterniszeknél mindig kármikus témákról van szó. Tehát ezúttal is kármikus témáról van szó, mégpedig a jövő kialakításáról. Hogy valamit lezárunk, lesznek döntések, lesz egy új irány. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt az érmék jelentik az anyagiakat, vagy a munkát, a hivatást, ez összefügg egymással. Az érmék jelenthetik a belső értékeket is, vagy jelentik a föld elemét, hogyan lehetne a terveket megvalósítani. Itt a tervekről, az ötletekről van szó, itt pedig a reális dolgokról. De lehet, hogy hibázol, vagy ő hibázik, hiszen látható, hogy odafigyel erre a bokorra. Ez olyan, mint egy feldíszített karácsonyfa. Az érmék ragyognak, meg csillognak, és ez a férfi annyira bámulja ezeket az érméket, holott nem az övé, hanem másoké. És úgy érzi, úgy gondolja, másoknak minden sikerül. Azon kívül másoknál megvan a tehetség, én meg olyan kis szegényke vagyok. De ha megnézzük a képet, ő sokkal magasabb, mint a bokor. Azon kívül itt van előtte az arany érem. Le kellene hajolnia, észrevennie ezt az arany érmét, felvenni, a kezébe venni, hogy végre tudatában legyen a saját értékeivel. Ez a kártya tanít bennünket, hogy ne hasonlítsuk össze magunkat másokkal.
A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Itt a kelyhek jelentik az érzelmeket, de ezúttal szomorúságról, könnyekről van szó, hiszen ez itt a könnyek mezeje. Ez jelenti a múltad. Szerencsére eltávolodsz ettől, lezárod a múltad, ő is le fogja zárni a múltját. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Itt a csillagok szerencsét hoznak, lesz egy szerencsés fordulat. Lezárod a múltat, eltávolodsz a könnyek mezejétől. Ó, most van egy telefonhívásom, azonnal itt vagyok. Közben volt egy telefonhívásom, emiatt megszakítottam a videót, de most újra itt vagyok. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, és itt a csillagok szerencsét hoznak. Szombat. A szombati nap felett Szaturnusz bolygó uralkodik. Megnézzük, hogy mi történik ezen a napon. Itt látható egy angyal. Ez jelentheti az angyalokat, az égi segítséget, amit a kártya még közöl, hogy itt kell a belső nyugalom, a belső egyensúly. Érdekes a képen, hogy az angyal egyik lába a vízben van, jelenti az érzelmeket, a vágyakat, az elképzeléseket, a másik pedig a földön, és az jelenti a reális dolgokat. Hogyha megvan a bizalom, ha megvan a belső nyugalom, a belső egyensúly, akkor ez az álom megvalósulhat. Itt középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik vasárnap felett. Ezen a napon is egy portál nap van, amikor kinyílik egy égi kapu a plejádok fele. Ennek van gyógyító ereje, kihat a spirituális területre, majd készítek erről külön egy videót. Azon kívül ezen a napon van a nap-éj egyenlőség, amikor a nap eléri az őszi pontot. És ezen a napon tartok egy szertartást, és összefűzöm a portál napot ezzel a nap-éj egyenlőséggel. De mint említettem, erről jön még egy videó. Most megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt valaki közeledik hozzád, és győzelmei vannak, nagyon büszke. Azt is jelentheti a kép, hogy volt egy helyzet, ahol nem érezted jól magadat, de itt lesz egy győzelem. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Denderrel!